Összedől a tolnai békeétterem, riasztották délelőtt a szekszári tűzoltókat, a rendőrség, a Dédás és a Dédigáz szakembereit. Süllyed az épület, mint az Atlantis, kapott szárnyra a hír. A helyszínen kiderült, bár csak egy csőtörésről van szó, de az komolyan veszélyezteti a központban álló épület állagát. Néhány perccel délelőtt tolnáról riasztották a tűzoltókat, hogy a fő utcára néző béke étteremben leszakadt a padlózat, s a pincében és az épület alatt vízbetörést tapasztaltak. Az alig negyed óra alatt kiérkező tűzoltók a helyzet felmérése után elzáratták a vizet, a gázt és kikapcsoltatták az áramot. A pincét elöntő víz hatására az épület alatti falrész megroskadt, a belső és külső homlokzaton repedések, elváltozások keletkeztek. Hogy hol törött el a vízvezeték, nehéz volt megállapítani. Az első vélemények szerint a közelmúltban történt csőtörés utáni vezetékjavításkor cserélték azt a KPE ibdomot, amellyel gond volt. Hogy hibás szerelés vagy anyaghiba, esetleg más körülmény játszott-e közre, csak a későbbi szakértői vizsgálat döntheti el. Ott jártunk, kora tűzoltók lezárták a területet és várták a statikust, akitől azt remélték megtudni, hogyan viselkedhet az épület, ha a vizet kiszivattyúzzák alóla. Az étterem bérlője, a kárvallott, ez alatt tehetetlenül szorongva nézte a történteket. Bejött nyitásra előkészíteni egy-két dolgot, és ha megborzadva tapasztaltam, hogy a hűtőszekrény eltűnt a földszínéről, leszakadva, a másik hűtő félig pedig leszakadva, a gázpalasz eltörve, illetve eldőlve, úgyhogy egy borzalmas, ezt szóhoz nem tudtam jutni. És utána mit csinált? Hát azonnal telefonáltam az áfész elnöknek, mert az épület tulajdonosa az áfész elnök, illetve az áfész. Az egyéb dolog, ami benne van, az mind az enyém, tehát a berendezés. És tényleg nagyon sokat költöttem rá, szívügyemnek tekintettem ezt az egészet, de úgy néz ki, hogy egy pillanat alatt romba dőlt minden, mert ezt hónapokig nem tudják helyre tenni. Hát telefonáltam az áfész elnöknek, kijött a tűzoltók, rendőrség, már nem is tudom, hogy kik vannak itt. Rengetegen. Volt már korábban valami hasonló jel, ami esetleg ezt már előre jelezte? Hát igen, ez egy öreg épület, öreg a csőrendszer. Háromszor volt csőtörés, mióta itt vagyok. Hát, hogy mi lesz, azt én se tudom, mert én ebből élek, ebből éltem, de tartalékaim nincsenek, mert azt hiszem, hogy a vállalkozóknak a tartalékai nem igen vannak. Azt, hogy most miből fogok megélni a családommal, ez egy rejtélyes ügy számomra egyenlőre. Az épület úgy tűnik hosszú időre használhatatlanná vált, így a kirakatban lévő felhívás egyelőre érvényét vesztette.